Magyarország újraindult. Indulj útnak te is! Vakcina info. Fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Már több mint 4 millióan kapták meg az oltást Magyarországon. További vakcinaszállítmányok érkeztek, most már bárki megkaphatja az oltást. Újdonság, hogy az interneten lehet oltási időpontot foglalni. Az, hogy egyre jobban halad az oltási program, lehetővé teszi az élet újraindítását. A védettek számára megnyílnak a vendéglátóhelyek, a múzeumok, a színházak, a mozik és az edzőtermek is. Fokozatosan visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. Sokan vártuk már ezt. Ha még nem tette, kérem regisztráljon ön is. Az oltás életet ment. Együtt újra sikerülni fog. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Mai műsorunkban a város címerével, annak kialakulásával foglalkozunk. Segítségünkre szolgál több különleges felvétel is. Elsőként a levéltár gyűjteményéből származó 1989-es felvétel mutatja be a címer kialakulásának első időszakát, a Pálmás címer megjelenéséig tartó periódust. Annak idején 1989-ben Labádi Lajos állított össze egy nagyon fontos munkát, mely Szentes címer története címet viselte. A filmrészlet anyaga is erre a kiadványra támaszkodik. Kála István, a neves heraldikus professzor előadása vezette be a címerkérdés tisztázására hivatott vita délutánt, amelyet a Szentesi 425-ös emlékbizottság szervezett. Az ország régi címerének visszaállítására indult mozgalomba ágyazódva készül Szentes is, társadalmi közmegegyezés útján ősi címerének rehabilitálására. A város lakosságának döntés előtti tájékoztatását szolgálta az újságcikkek és tanulmányok mellett, az 1989. május 8-án a könyvtárban tartott előadás és az ugyanott megrendezett címer történeti kiállítás. A május 27-ig nyitva tartó kiállítás vendégkönyvébe több száz látogató jegyezte be nevét. Az első, 1694-es évszámmal ellátott pecsétkép díszes motívumai 1730-ig jelképezték Szentes városát. Az 1730-as dátum igen jelentős témánk szempontjából. Ekkor vésetett ugyanis új pecsétnyomót a város, amelyben már pecsétképként a később oly sokat vitatott pálmafa szerepel. A hatósági iratokból az 1760. évi nagy tűzvész miatt, amelynek a régi városháza és az ott tárolt iratok is áldozatul estek, nem kapunk választ arra, hogy elődeink miért választották a város jelképévé a pálmafát. A Szentesi Református Eklézsia Históriája című kéziratos munka bizonyító erejű adalékkal szolgálhat a pálmafa hiteles értelmezéséhez. Ez a dokumentum 1700-tól 1825-ig követi nyomon az egyházközség történetét. E rendkívül értékes és adatgazdag mű három egymás követő református prédikátorunk, Béládi István, Gál István és Kis Bálint munkája. Tudni kell, hogy Szentes a 18. század közepéig tiszta református településnek számított, s a város és az egyházi vezetés igen szorosan összefonódott. A mindenkori főbíró egyben az egyház főgondnoka volt, a városi tanácsnokok pedig a presbitérium egyház tanács tagjai. A jelzett bizonyító erejű címer történeti adalék a szentesi reformátusok megpróbáltatásainak szomorú történetéhez kapcsolódik, ugyanis 1746 nyarán legfelsőbb helyről szigorú rendelet érkezett, amely arra kötelezte a református egyházat, hogy adja át templomát az időközben Szentesre települt katolikusok maroknyi csoportjának.
Mária Terézia, akkori uralkodó kegyesen megengedte, hogy a reformátusoknak maguknak új imaházat építsenek, de kikötötte, hogy csak vályokból és puha fából épülhet az. Számos akadály leküzdése után az új templom 1747 végére elkészült. Az avatást követően bevezetett új rendtartás előszavában kitértek az eltelt időszak megaláztatásaira és a kemény próbatételeire, amelyeket a gyülekezet szívósan kiállt. Ezekre utalva az alábbiakat olvashatjuk a református eklézsia történetében. Örömmel emlegetjük ma ezeket, és kívánjuk közleni a mi maradékainkkal is, kik miutánunk élni fognak, hadd lássák meg közönséges szokott pecsétjére keresztény városunknak metszetet, pálmafa címerünknek bennünk, e sok savanyú szelekkel fergetegeskedő telünkben is fonnyadhatatlan zöldséggel virágzó eleven példáját, és eddig soha nem próbált, most pedig ugyan sokféle testi és lelki nyomorúságokkal együtt lett, nagy megterheltetésünk alatt is sokkal szívósabban és erősebben való nevelkedésünknek tagadhatatlan mi voltát. Pap Lajosnak a Szentesi Református Egyház története című kéziratában maradt munkájából megtudhatjuk, hogy a Református Egyház első ismert pecsétnyomója 1766-ban készült, külső körirata a következő volt: Sigillum Ecclesia Sentesiensis, a Szentesi Ecclesia pecsétje. A körön belül középen a város pecsétjéhez hasonlóan egy pálmafa állt, a pálma két oldalán pedig az alábbi jelmondat szerepelt: Pálma suppondere crescit, teher alatt nő a pálma. Nem hagyható számításon kívül, hogy a városban működő református lelkipásztorok és tanítómesterek hagyományosan Debrecenből érkeztek, és mivel Debrecen címerében a pálmafa szintén megtalálható, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a szentesi címerkép felvételének gyökerei a református civis fővárosba nyúlnak vissza. Ekkor új pecsétnyomót vésetett a város. Ez egy csücskös talpú pajzsban a pajzs talpból kinövő pálmafát ábrázolt, a pálma két oldalán 3-3 szál buzogánysással. A korabeli hatóság iratok megsemmisültek, így csupán a református egyház hasonló címerének szövegéből következtethetünk a címerkép mondani valójára. Pálma suppondere crescit, teher alatt nő a pálma. Sugalták a pecsétlenyomatok a város nehéz helyzetét, úrbéres iratokon, helytartó tanácsi beadványokon, adózási iratokon. Az első címeres pecsét rövid ideig volt használatban. Az 1742-től alkalmazott új pecsétnyomón megjelenik a folyó, bizonyára a kurca, ábrázolása. Ezzel megkezdődött az eredeti címerkép kálváriája, amely időnként teljesen torz és hamis másolatokat eredményezett. 1842-ben kidolgozták a város igazgatási rendszerének tervét, abban a reményben, hogy az sikerül majd felsőbb hatósággal is jóvá hagyatniuk. Ekkor merült fel első ízben a hagyományos pálmás címer mellőzésének a szándéka. Nézzük, hogyan festett volna a város új címeres pecsétje jóváhagyása esetén. Egy háromszegű, szív alakú pajzs végére felállítva, s függőlegesen két egyenlő részre hasítva, melyek közül a jobb felőli veres színű, oldalt három rendbéli fehér színű vonások, mint a város határában lévő fő, Tisza, Körös, Kurca folyó vizeket ábrázolók, rézsútos helyzetben hasítanák a pajzs, bal felőli oldala pedig, a közép vízarányosan két részre osztva az alsó világos zöld téren, a szentesen általában gyakorlott mezei gazdaság főbb ágának a szántásvetésnek jeléül egy ekeszarvát tartó szántó ember búzavirág színű magyar ruhába öltöztetve lenne, a felsőbb égszintéren pedig egy szintén búzavirág színű öltönyül emberi kar egy kivont kardot a városi közönségnek, a király és a haza oltalmára mindenkori készségét jelentőleg tartaná, a pajzson felül pedig feküdne gyöngyökkel és drágakövekkel ékesített aranykorona, az egészet végre körülvenni egy fehér környezet aranyszálakba foglalva, melyre ezen körülírás jönne: Szabad és kiváltságos szentes városa pecsétje. Új pecsétnyomó vésetésére legközelebb 1848-ban került sor. Figyelmet érdemel, hogy a korábbiaktól eltérően a címerpajzs fölé a magyar szent korona került.
Az 1902-1906 között lezajlott címervita volt hivatva a pálmás címerrel kapcsolatos vélemények ütköztetésére. A késői utódok számára ugyanis érthetetlennek tűnt, hogyan kerülhetett a szubtrópusi növény az alföldi mezőváros címerébe. Több éves húzavona után a képviselőtestület az ősi pálmás címert fogadta el a város jelképéül. 1903-ban a pálmafát mellőző címerrajzot fogadott el a közgyűlés. Csücskös talpú, égszínű pajzsnak talpában zöld mező van. A cölöp helyén egy kiszáradt fűzfa törzsgyökeréből új, zöldszínű fűzfa nő ki, a pajzs talpot és törzset ezüstszínű folyó választja el egymástól, s a folyó jobb és bal oldalán egy-egy zöld levelű sás nő ki a pajzs törzsben. A pajzs felett tornagallér van elhelyezve, pántos nyílt sisakkal, orjeggyel és sisakkoronával úgy, hogy a gallér a pajzs fejében címertörést képez. A gallér nyakában aranypántlikán arany érem függ, az orjegy színezése vörös ezüsttel és kék arannyal. Az eként megállapított címerrajzot a levéltárban talált régi pecsétnyomatokkal együtt jóváhagyásra felterjesztették a belügyminiszterhez. A minisztérium által felkért szakértők természetesen észlelték az eltérést a pecsétlenyomatokon szereplő címerkép és a jóváhagyásra felterjesztett címerrajz között. Véleményükben nyomatékosan leszögezték. A pecsétlenyomatokból minden kétséget kizárólag kitűnik, hogy itt fűzfa gyökérről, fűzfáról szó sem lehet, mert az határozottan pálmafa, amint azt a pecsétlenyomatokon a pálmafát annyira jellemző lombozat és szárának sajátos pikkelyezett kérge is elárulja. Kifogásolták a címerrajzon feltüntetett ezüst folyót is mondván, az a pecsétlenyomatokon nem szerepel. 1905. augusztusában leíratban utasították a várost, a helytelenül megállapított címerképének kijavítására és új pecsétnyomóinak elkészítésére. Így készült el a ma is ismert pálmás címer. 1950 után az országban mindenütt eltűntek a helyi címerek. Szentesen csak 1969. januárjában vetődött fel ismét a saját címer és zászló használatának igénye. Sajnos a régit elvetették, és 1974. decemberében döntés született az új címer beiktatásáról. A pályázati felhívást a Szentesi Élet 1969. májusi számában tették közzé. A megadott szempontok között szerepelt ugyan a hagyományok figyelembevétele, a fő hangsúly azonban az volt, hogy az új címer a város mai fejlettségét és lényegét fejezze ki. A régi szentesi címer alapötletéből legfeljebb a hagyományos pajzsforma, a város kékvörös színei és a kurcát szimbolizáló vízhullám használható fel. Szerencsés lenne, ha kifejeződne a fejlődő város valamilyen sajátos jellege, valamilyen fontosabb létesítmény kontúrja például. A hagyomány megőrzés, tehát épp a régi címer lényegére, a pálmafára nem vonatkozott. A zsűri végső állásfoglalása az lett, hogy a címertervek egyike sem olyan, amely hosszú távon kifejezni a város jellegét, ezért egyiket sem javasolta elfogadásra. A címerügy legközelebb 1970. februárjában került a Tanács Végrehajtó Bizottsága elé. Az előterjesztés ezúttal úgy szólt, hogy maradjon-e a régi pálmás címer, vagy új legyen, esetleg módosítással a régi kerüljön elfogadásra. A művelődésügyi osztály vezetője, utalva az elmúlt évi címerpályázat eredménytelenségére, úgy foglalt állást, hogy maradjon a régi címer, azonban olyan eredeti formában, hogy a pálmafa helyett szomorú fűz kerüljön vissza. Itt köszön vissza a századfordulón lezajlott címervita azon téves állítása,
mintha a város ősi címerében eredetileg fűzfa szerepelt volna. 1970. decemberi VB határozat értelmében új címerpályázat meghirdetésére került sor, de ezúttal nem nyílt, hanem meghívásos formában a képző és iparművészeti lektorátus közreműködésével. Három grafikus művész, Darvas Árpád, Piros Tibor és Szombati Lajos két 2000 forintos részvételi díj mellett vállalták 3-3 címerterv elkészítését. A tanács a címertervvel kapcsolatban a következő igényeket támasztotta. Legyen modern művészi formában, de közérthetően megfogalmazva. Lehessen kicsinyített és nagyobb formátumban is alkalmazni, tükrözze a város ipari mezőgazdasági jellegét, szocialista munkánkat, fejlődő kulturális életünket. Bertényi Iván a következő szakvéleményt adta erre. Az 1906-ban jóváhagyott címerspajzs színe és ábrázolása maradjon meg. A tornasisak, sisaktartó és a sisakdíszként használt lombkorona nélkül. A címerkép nem feudális jellegű. Nem fejez ki szocialista fejlődésünkkel ellentétes ideológiát. Szimbolikája tekintettel arra, hogy a pálmafa szívós élni akarást és az örökösen megújuló fejlődést jelenti, a város szocialista iparát is jelképezi. Szerencsés megoldásnak nevezhető a város természeti adottságainak ábrázolásaként a címerben lévő hullámos ezüstpólya és a pálmafa két oldalán lévő 3-3 szál buzogánysás is. Nagy előnye a címernek az, hogy a már megszokott, és senkire sem sérelmes, nem indokolja semmi a megváltoztatását. Lényeges szempont az is, hogy szép, egyszerűsége mellett könnyen ábrázolható, kicsinyíthető és nagyítható. A művelődésügyi osztály 1974 elején ismét a lektorátushoz fordult segítségért kérve, hogy a város nevében bízzák meg Szilvási Nándor grafikus művészt Szentes címer tervének elkészítésével. Csücskös talpú, kékszínű pajzs. A pajzsfő első és harmadik harmadában a telekben 4-4 soros arany téglafal van. Középen a két téglafal között a cölöp helyen egy ötágú vörös csillag lebeg. A pajzstalpban hullámos ezüstpólya, amelyből cölöp helyen arany törzsű és lombú, pikkelyezett törzsű pálmafa emelkedik ki. A pajzs kék alapszíne a város területének természetes víz és termálvíz gazdagságát jelzi. A pajzsfőben elhelyezett aranytéglafalak a város fejlődő iparát és immár európai színvonalú téglagyártását szimbolizálják. A téglafalak által szabadon maradó pajzsmező egy kékszínű ásót is képez, amely Szentes város mezőgazdaságát és a kubikus hagyományokban gazdag munkásmozgalmi múltját is jelenti. A pajzstalpban lévő hullámos ezüstpólya a kurcát ábrázolja. Az ezüstpóljából kiemelkedő aranypálmafa a város lakóinak mindig megújuló szívős élni akarását és a hagyományokhoz való ragaszkodását jelképezi. A pálmafa felett lévő ötágú vörös csillag a nemzetközi munkásmozgalomhoz való tartozást, valamint a szocializmus építését szimbolizálja. Az 1974-es tanácsülésen érdekes hozzászólások színesítették a vitát. Volt, aki a maga részéről nem tartotta kifejezőnek a javasolt címert, különösen a pálmafa ábrázolását. Más a pálma helyett gömbakác ábrázolását javasolta. Akadt, aki a címer alapszínét zöldre változtatná, ezzel a mezőgazdaságot is méltóképpen kifejezve, s a címer közepére fogaskereket javasol. A végleges változatból aztán eltűnt a régi címerre emlékeztető utolsó nyom is, a pálmafa. Szentesváros új, szocialista címerének beiktatása 1974. december 20-án megtörtént. A nyílt várospolitika eredményeként csak napjainkra vált lehetségessé, hogy a lokálpatriotizmus markáns képviselői ismét napirendre tűzessék a régi címer visszaállításának kérdését. A közvélemény által is támogatott akció sikere szinte biztosra vehető. Kállai István így fogalmazott 1989-ben szakvéleményében. Az 1970-es években a hozzá nem értés eluralkodása idején
A város történetétől idegen címert alkottak és hagytak jóvá. Ezt a nép sohasem érezte a magáénak. Országos szinten tekintve Szentes jelenlegi címere a legjellegtelenebbek és a legcsúnyábbak közé tartozik. Úgy vélem, itt az ideje visszatérni a régi szép címerhez. Ezt követően a lakosság véleményt nyilvánított arról, hogy a régi vagy a szocialista címert szeretnék a város jelvényéül. A leadott szavazócédulák összeszámlálása 1989. május 25-én megtörtént, a város ősi címerét 4170, a 74-es szocialista címert 487 szavazat támogatta. A lakossági közakaratot érvényre juttató bölcsdöntésnek köszönhetően Szentes városa az ősz folyamán már a visszaállított ősi címerével ünnepelhette 1989-ben a város 425. éves évfordulóját. Következzen most egy filmbejátszás 1989-ből, Urbán Ferenc jóvoltából, tekintsünk meg együtt a régi címer visszatér címet viselő tudósítást. Csongrád megye hajdani székhelyén, Szentesen 1912-re felépült a magyaros stílusú új városháza Bóm Alajos építész tervei alapján. A korszokásának megfelelően az épület főtéri homlokzatát a város címere díszítette, hirdetve a település városi jogállását. 1949-ben egy minisztertanácsi rendelet kimondta, hogy az állami hatóságok, hivatalok, intézetek és egyéb intézmények az 1950 évi április 30. napját követően csak a Magyar Népköztársaság címerét használhatják. Ugyanez a rendelet intézkedett a régi címernek a középületekről való eltávolításáról. A Szentesi Városháza egykori ékessége is áldozatul esett. 1988 őszén elsők között az országban mozgalom indult a város ősi pálmafás címerének visszaállítására. Szakemberek kimutatták, hogy a hagyományos címerkép jelentés tartalma korunkban is vállalható, ugyanis az elődök az örökzöld pálmával a szentesi nép szívós élni akarását, a megrázkodtatásokkal szembeni dacos kiállását és örökösen megújuló fejlődését kívánták kifejezni. Utalva a régi bölcsességre, pálma sub pondere crescit, vagyis teher alatt nő a pálma. A szakmai és a lakossági véleményeket figyelembe véve a Városi Tanács 1989. június 22-i ülésén egyhangulag kimondta a történelmi pálmás címer változatlan formában történő visszaállítását. A határozat magába foglalta a régi címer visszahelyezését a Városháza homlokzatára. A kivitelezést Gábor István hódmezővásárhelyi keramikus mester vállalta. A szokatlan körülmények ellenére a munka határidőre elkészült. Az ódon épület visszanyerte régi ékességét. A hagyományápolás szép megnyilvánulásának lehettünk tanúi, és remélni lehet, hogy a sikeres kezdet nem marad folytatás nélkül. Thank you.
Érdemes néha kimozdulni a megszokott közegből, egy-egy sokakat érdeklő felvetést más nézőpontból is meglátni. Adásunk végéhez közeledve egy kis különlegességet szeretnék bemutatni önöknek. Nemrégiben a város szülötte Kőhalmi Zoltán önálló estjében Szentest mutatta be jellegzetes ironikus stílusában. Talán természetes, hogy nem hagyta szó nélkül a város címerét sem. Lássuk, hogyan fest egy szubjektív összehasonlító címertan a humorista szemüvegén keresztül. Szentes. Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végére értünk. Önök a Szentes Annó műsorát láthatták. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Televízió honlapján, vagy a Szentes Film YouTube csatornán. Viszontlátásra! Védje növényeit biológiai úton az Árpád Biokontroll 2003 Kft. Termékeivel és szakmai segítségével. Különböző kultúrákban, különféle károsítók ellen. Alkalmazzon poszméheket a kiváló terméskötődés és minőség elérése érdekében. Válassza a minőséget, termesszen egészséges árut. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnya is imogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Olyan korláttal születtem, ami meghatározza az életem. A világot nem, de a céljaimat mindig tisztán látom magam előtt. Fénnyel kelek, egy újabb nap vár rám. Valaki egy dalt játszik a zongorán. A hang repít, mindenen át, veled a lelkem féktelen. Bennünk van a végtelen. Előtted is kinyílik a világ. Red csomagok korlátlan belföldi mobilnettel. Together we can. Vodafone.
pandémiának csak akkor lesz vége, hogyha az egész ország beoltatja magát, mert addig nem lehet kinyitni a színházakat. Ezt meg tudjuk valósítani. Számomra nem volt kérdés, hogy beoltatom magam, ugyanis más megoldás jelen pillanatban nincs. Én rengeteg zenésztársat és színésztársat veszítettem el az elmúlt évben. Én nem akarom még egyszer ezt megélni. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szüleimmel, de azt gondolom, hogy ha ezzel valamit vissza tudok adni abból a szeretetből, amit kaptam tőlük, akkor igenis beoltatom magam az ő védelmükért, és nem utolsó sorban a saját magam védelme érdekében. Rajtunk is múlik, meddig tart még a járvány. Az oltás életet ment. Köszöntöm a Szomszédvár nézőit! A mai adásban először megnézzük, milyen a panoráma a zarándok helyé vált Sánchegyről a Duna mentén. Ellátogatunk a Délalföld legnépszerűbb és legismertebb kirándulóhelyére, a Magyar Honfoglalás emlékére létesített, megújult Nemzeti Történeti Emlékparkba. Majd egy vándorkiállítás királyi nemesi és kávéházi porcelányait mutatjuk meg. Aztán Szombathely egyik büszkeségét, a csónakázó tavat és környékét fedezzük fel. Végül elkísérünk egy csapatot az ásotthalmi csodatévő tölgyhöz. Jöjjenek velünk! Natura 2000-es természetvédelmi területen várja látogatókat a felszentelt Százhalombattai Kálvária, a Duna fölé magasodó Sánchegyen, ahonnan festői kilátás nyílik a folyóra. Az Érd és Százhalombatta határán lévő különös atmoszférájú zarándok útvonalon a kirándulók végigjárhatják a keresztút állomásait az óvárosban. Százhalombattán, Érd határában magasodik a Duna fölé az érdi magaspart részét képező 163 méter magas Sánchegy. Szemet gyönyörködtető kilátás nyílik innen a Dunára. A folyó közelsége miatt már az időszámításunk előtti 3. évezredben is éltek itt emberek. A Sánchegy és a közeli sírhalmok, amelyekről Százhalombatta a nevét kapta, fontos régészeti lelőhelyek. A hegy szélén a folyó fölé magasodik egy kereszt, amely már szerves kapcsolatban áll a március 27-én felszentelt Kálváriával. A 14 stációból álló keresztút létesítését a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Százhalombattai csoportja kezdeményezte. A felszentelést hosszú előkészítő munka előzte meg. Ez egy Natura 2000-es terület, ami kiemelten védett természetvédelmi szempontból, kiemelten természetvédelmi terület, és egy ásatási terület is. 5000 éve itt település volt folyamatosan, nyáron táborok vannak, ásatási, tehát egy kiemelt régészeti lelőhely is. És végül az engedélyezésnél derült ki, hogy hát csak ezzel a módszerrel lehet ide bármit is tenni, hogy a földet nem mozgatjuk, a környezetet nem befolyásoljuk, tehát építeni nem lehetett volna ide semmit, ilyen szögvasak beverésével rögzítettük az oszlopokat. Ez olyan jó ötletnek bizonyult, hogy az örökségvédelmi hatóság másutt is ezt fogja javasolni, hogyha valahol egy tájékoztató táblát az ország bármely területén szeretnének egy ilyen ásatási területre elhelyezni. És elkészült egy évvel ezelőtt, de felszentelni már nem nagyon lehetett, mert hasonló volt a helyzet, mint most. De végül most már nem halogattuk tovább, és a szokásos, most már 10. alkalommal megrendezett zarándoklat Százhalombattáért, zarándoklat keretében felszenteltük a Battai Kálváriát. A Sánchegy már Krisztus előtt is itt állt, pedig a bibliai példázatra utalva nem viharoknak ellenálló kőszikla az alapja. Egy lösz parton vagyunk annak a tetején, és ez folyamatosan erodálódik.
Viszont ez az oldal, ahol vannak a stációk, ahol el lettek helyezve, nem mozdul már több száz éve. Mégpedig azért nem, mert a középkora datálják, de lehet, hogy még korábbi, egy teraszos rendszer, teraszokat alakítottak ki, ahova fákat, gyümölcsfákat ültettek, mai napig ott vannak egyébként, és ez így megakadályozza azt, hogy ez a lösz megcsúszson. Ezt máshol is lehet alkalmazni napjainkban is, amikor nagyon különleges módszerekkel próbálják megfogni a löszfalakat. A kálváriák többnyire a stációk számozása szerint emelkedő talajon állnak. Száz Halombatta azonban a kevés kivételek egyike. Mikor a keresztet állítottuk 15 évvel ezelőtt, egy olyan helyet néztünk ki, ami ezen a szakaszon a Dunapartnak a legmagasabb pontja. És a kereszt ott van a part legmagasabb pontján. Ennek az egész Sánchegynek a legmagasabb pontja természetesen nem a Dunaparton van, hanem sokkal följebb. Viszont a keresztútnak a kereszthez kell mennie, tehát oda vezet a keresztút a kereszthez, Jézus keresztjéhez, és onnan a feltámadáshoz. Tehát ezért megy itt fizikailag lefele. Valójában azonban, ha az ember végigjárja ezt a keresztutat, akkor és ezt lélekkel átérezve végigimádkozza, akkor nem az lesz a fontos, hogy fizikailag ez milyen megpróbáltatást jelent, hiszen ahogy haladunk lefele, egyre könnyebb menni, viszont az imádságaink egyre súlyosabb témákat ölelnek át, és ettől az egész egyre növekvő tehertől majd Jézus keresztjénél szabadulunk meg. A Száz Halombatta óvárosában található Sánchegy, amely immár zarándokhely is, ideális kiránduló terület mindazoknak, akik szeretnek elmerülni a természet szépségeiben és a régmúlt idők velünk élő emlékei között. Új turinformiroda, családi erdőjátszótér, biciklitárolók és baba-mama szoba. Többek között ezekkel bővült az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A családok körében igen népszerű úti cél a pusztaszeri tájvédelmi körzet közepén található, Szegedtől mindössze 25 kilométerre. A koronavírus okozta kényszerszünet alatt telefonos applikációt is fejlesztettek, amelynek segítségével játékos formában ismerhetik meg a látogatók a parkot. Tavaly volt 50 éves az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, és bár a járvány miatt a jubileumi rendezvények jelentős része elmaradt, terveik szerint idén bepótolják azokat, és hamarosan a 2020-ra tervezett jubileumi kiadványok is elérhetők lesznek. Minket is ugye az elmúlt év, és hát sajnos még az idei is nagyon érzékenyen érint, de hát ugye most nem tudunk más csinálni, mi is menekülünk előre, ami a mi esetünkben ugye nem jelent mást, mint hogy ugye a veszteségeink ellenére is ugye a filléreket, forintokat ugye megpróbáljuk olyan célokra fordítani, amely majd, hogyha remélhetőleg hamarosan ugye megkövetkezik a nyitás, akkor egy olyan pozícióba hozza az emlékparkot is, nyilván, hogy a versenyképessége megfelelő legyen majd az újra nyitáskor. Hát igen, a szolgáltatások ugye megújultak. Bevezették például, hogy a belépőket már online is meg lehet venni. Elkészült a pénztár melletti új kutyabarát turinform iroda, a régi helyén pedig egy mindennel felszerelt baba-mama rekreációs szobát alakítottak ki. A kerékpáros turizmus növekedésére is számítanak, épül a Sándorfalva és Ópusztaszer közötti bicikliút, ezért kerékpártárolókat és csomagmegőrzőket is kialakítottak. Hogyha most meglátogatják az emlékparkot, remélem Szegedről is nagyon szép számmal, akkor azt fogják látni, hogy már a bejárat elé érkezve nagyon sok újdonság van. Ugye egy 32 beállásos kerékpártárolót építettünk ki, mellé ugye elektronikus csomagmegőrző szekrényeket, illetve ugye ezt a bizonyos turinform irodát, ugye, ami modern igényeket kielégítő konténerek, és tulajdonképpen ezeknek az a célja, hogy a kedves látogató, hogyha eljön Ópusztaszerre, akkor már a pénztár előtt tulajdonképpen igénybe tudja ezeket a szolgáltatásokat venni, le tudja rakni a kerékpárját úgy, hogy nem félti, be tudja helyezni a csomagját, és természetesen az információs pultnál minden információt megkapjon, adott esetben még a jegyvásárlás előtt, ugye. Sőt, ez az információs szolgáltatás, ez kiegészül olyan apróságokkal, mint például egy kerékpárszerviz, tehát hogyha valakinek defektes lesz a kerékpár,
kerékpárja, azt megjavíthatja, biciklit lehet majd kölcsönözni, egyebek, tehát én úgy gondolom, hogy már ezen a ponton meglehetősen sok újdonság van. Régi adósságát törlesztette a park azzal, hogy a területén játszótér épült, egy úgynevezett erdei tornapályával kombinálva. A Rotundában elkészült egy új, az Emlékpark 50 éves történetét bemutató állandó kiállítás. Láthatók azok a középkori csontleletek, amelyek Szermonostor ásatása során kerültek elő. Szintén érdekesség a fesztikörkép restaurálásának fotókon őrzött emlékei. Ezen a terepasztalon pedig, amely a park kicsinyített mása, könnyű szerrel megkereshetik a látogatók, hol található például a mincenti széldaráló, a szatócsbolt vagy a pékműhely. Telefonos applikációt is fejlesztettek, amelynek segítségével játékos formában ismerhetik meg a látogatók a parkot. A háromnyelvű útikönyvként is használható alkalmazás plusz információkkal is szolgál a kíváncsiaknak. Különböző tárlatokkal csatlakoznak majd a vadászati világkiállításhoz is. Anonymous gesztája nyomán pedig felelevenítik a hun-magyar rokonság legendáját. Idén pedig már Attila, a hunok királyának 5 méteres szobra fogadja majd az ópusztaszerre látogatókat. A Tatai vár történeti épületének lovak termét díszítette az Óbudai Múzeum nemes porcelánjaiból összeállított kiállítás. A Törékeny vágyak című különleges vándortárlat egyedi kerámiáiban Tata után az ország különböző pontjain gyönyörködhetnek majd az érdeklődők. Zsolna, Herend, Hollóháza. A három település nevéről szinte mindenki a porcelánokra asszociál, azt azonban már kevesebben tudják, hogy az egykori státuszszimbólumként funkcionáló különleges kerámiák Óbudán is készültek. A 19. században alapított, akkor még csak porcelán kereskedést Hüthül Tivadar vette át édesapjától, majd hamar bővült új funkcióval és minőséggel a családi üzem. Hüthül Tivadar ugyanis először egy porcelán festő üzemet hozott létre, ami kiváló minőségével elérte a császári és királyi udvari szállító címet. Ezt követően 1903-ban a Jász utcában, majd 3 év múlva Óbudán alapított gyárat. Az Óbudai Múzeum Törékeny vágyak címmel hozott létre egy vándorkiállítást, amely célja, hogy a nagyközönség méltó módon ismerje meg Hüthül, később pedig Aquincum porcelángyárat. A hiánypótló tárlat 2019-ben foglalta el méltó helyét a Tatai várban, 2021 áprilisában azonban közönség nélkül búcsúzik a történelmi épületből a sokszínű kiállítás. Alapvetően a Hüthül gyárnak elsősorban az étkészletek szerepeltek a fő profiljában, étkészletek, kávéskészletek, teáskészletek, megrendelésre is készítettek monogramos vagy különböző nemesi címeres készleteket, kelengyék összeállítását vállalták, tehát elsősorban ez volt a fő profil. A figurális porcelánok kevésbé voltak jelen a gyárnak a palettáján, de ami abból készült, azok többnyire nagyon egyediek, láthatóak kiállítások. Egy pár csodálatos váza, bombonier és serleg, amelyek kiemelkedő jelentőségűek. Ezen kívül fali tányérokat is készítettek kézifestéssel, amelyek szintén nagyon szépek, kiemelkedőek, és a kiállításban szintén láthatóak.
A műkincsekben gazdag porcelántárlat megvalósításában több intézmény nyújtott tárgyi segítséget, mint a Nemzeti Múzeum, a Gödöllői Kastély, a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum, valamint a Hadtörténeti Múzeum, de magángyűjtők is ajánlottak fel nemes kerámiákat. A kiállítás különlegessége azonban, hogy a Hüthül család leszármazottjai is együttműködtek a tárlat megvalósításában, legyen szó információkról, vagy akár porcelánokról. Nagyon örültünk neki, különösen azért, mert úgy gondoltuk, hogy az elmúlt időszakban valahogy méltánytalanul háttérbe szorultunk a Magyarországon működő egyéb porcelángyárak között. És volt már korábban egy kiállítás, de tulajdonképpen nekünk is csak néhány megmaradt tárgyunk van, amit többnyire utólag vásároltunk, hiszen a gyárnak a teljes készlete az a háborúban megsemmisült. És hogy most ezeket ilyen összeállításban lehet látni, azt hiszem számunkra ez egy nagyon nagy erősíti a kötődést a családi vonalakhoz. A Tatai vár szívében elhelyezkedő törékeny vágyak kiállítást havonta kísérték tematikus programok. Ilyen interaktív esemény volt például Vaja László porcelán szakértő előadása is, aki többek között azt is elárulta, hogy a porcelánhamisítás mesterségnek nem mondható, de kivitelezéséhez mesterségbeli tudásra van szükség. Itt egy hűtő kiállításon vagyunk, hamis hűtő porcelánnal nem találkoztam meg. Most a zsolnai van a toppon, azt lehet mondani, nagyon szép, magas árakat érnek el a zsolnai tárgyak, és természetesen a hamisítók is ráálltak. Minden, ami elképzelhető és elképzelhetetlen, tehát hasonló korú tárgyra hamis jelet, az egész tárgyat legyártják, mindenféle variáció létezik. Mindig próbálnak egy kicsit előrébb lenni, ugye, mint a piac gondolatban és a tárgyakban, leggyakoribban ugye a hamisítás. A porcelánok okozta eufórikus élményt fokozta a Tatai vár két kiállító termének milliója is, hiszen a díszes kerámiák és a kísérő programok mellett fontos volt a terek kialakítása is. Az Óbudai Múzeum munkatársai ezzel a kék-fehér árnyalattal szerették volna a porcelánok finomságát, nemességét visszaadni. Az összes olyan látványelem visszaköszön, ami az Óbudai Múzeumban volt látható, három érintőképernyes televízión keresztül különböző kisfilmek, a gyáralapítás története, az államosítást követő időszakban az ott dolgozók visszaemlékezéseit láthatták a hozzánk érkezők, és volt egy olyan anyag, amivel a múzeumunk is gazdagította ezen interakciók sorát. Kiállítás megnyitót követően egy kis zenés, táncos etüdőkkel díszített anyagot vettünk itt fel, ami a balett finomságával próbáltatta a porcelánok nemességét érzékeltetni. A Tatai vár másik kiállító termébe érkezve már az 1951-es államosítást követően Aquincum porcelángyárként működő üzemben született alkotásokkal találkozhattunk. A porcelán akkorra már szinte mindenki számára elérhetővé vált, és funkciója is inkább a háztartások díszítését szolgálta. Főleg szuvenírtárgyak, vitrintárgyak, az emberek által széles körben elérhető figurális dísztárgyakat látunk itt. Na most a Aquincum porcelángyár, de általában az 50-es évek után a porcelángyárak, kerámia gyárak előszeretettel alkalmaztak ipari formatervezőket, formatervező művészeket, akik az iparművészeti főiskolán végeztek. Ebben a gyárban is rengeteg kiváló szakember dolgozott, megemlíteném Balogh Bélát, Schrammel Imrét, Hanzéli Jenőt és Őszabó Antóniát, akit kiemelnék. Őszabó Antónia által feltalált akvazúr technológia, ami a máz alatti díszítés festést jelentette, ami tulajdonképpen nem egy nagyon élénk, szembetűnő, erős festést jelent, hanem egy ilyen máz alatti, kicsit mattabb, de varázslatos szépségű festési technikát jelent, ami tulajdonképpen megjelenik az összes alkotás. A különleges és világhírű magyar porcelánokat tehát bátran használjuk legalább az ünnepnapok étkezéseinél. Tatáról pedig 2021 tavaszán búcsúzik az Óbudai Múzeum Törékeny Vágyak című kiállítása, hogy a jövőben más települések is gazdagodjanak a nemes kerámia kultúrájával. Termék
természetbarátok, horgászok, turisták egyik kedvelt helyszíne a szombathelyi horgász és csónakázótó. A városhoz közeli, nyugodt és természetközeli területek évtizedekkel ezelőtt jöttek létre. Ezeket a kikövezett sétányokon is körbe lehet járni. Üde Színfoltyatónak a közepén lévő gazdag növényvilágú sziget, ami sok más mellett megér egy kirándulást. Szombathelyen az újperinti kavicsbányató kedvelt célpontja a horgászoknak, kirándulóknak egyaránt. Közel van a város, mégis csendes, nyugodt a környék. 300-400-an járnak ide rendszeresen pecázni, sokan kocognak, piknikeznek, sétálnak. Ezúttal a zalaszentgróti halgazdaságból érkeztek három nyaras, fogható méretű pontyok. Egészséges, szép állománnyal gazdagodik a tó. Nagyon szép halállománya van, ugye ebbe folyamatosan lettek beletéve ragadozó halak is, tavaly is tettünk vele, ponty, keszeg, mindenfajta hal megtalálható benne, a harcsa is, a süllő is, úgyhogy nagyon magas szintű halál, egy combo, a szövetség nagyon szép combo állományt telepített a tóba, és azokra úgy vigyázunk is. Ide a Lőperinti tóra most 7,5 mázsa háromnyaras pontyot hoztunk, gyönyörű állomány, 95% a tőpont. Azt a horgászoknak ez az igényük, és általában 2 kiló feletti súlyúak. A szombathelyi horgásztóba 650, míg a csónakázótóba 1500 kg ponty került. A látványos telepítés rengeteg érdeklődőt vonzott, a gyerekek meg is simogathatták a halakat. Márciusban néhány nap alatt összesen 15 tonna ponty került a vasi vizekbe, így a nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén jelentősen megnőttek a fogási esélyek. A szövetség április végéig még ugyanennyi halat helyeznek ki a vasi horgász vizekbe. Azt látjuk, hogy a horgászok száma az stabilan marad, illetve még azt is látjuk, hogy talán többen váltanak horgászjegyet, bár ezt nem a pandémiának, inkább a haltelepítéseknek a tevékenységünk javulásának tudjuk be, és ennek hát természetesen örülünk, és igyekszünk, hogy minél több halat betelepítsünk, bár az idei év az egy nehéz év lesz, mert a halak ára az olyan 10-15%-ot már tavasszal emelkedett, és hát tavaly évben volt egy intervenciós állami haltelepítés, ami az idén biztos, hogy nem lesz, mert jelenleg a halakból nem, hogy többlet lenne a piacon, hanem olyan hiányban, hogy adott esetben lesznek olyan horgászvizek, ahova adott esetben nem is juthat annyi hal. Mi azon dolgozunk, hogy a legnagyobb haltermelőkkel lekössük az évi halmennyiségeinket, így a Vasmegyei horgászoknak biztonságban legyen a telepítendő haluk. A haltelepítést követően nem rendeltek el horgászati tilalmat, a pecások azonnal megpróbálhatták horogra csalni a frissen érkezett pontyokat. A horgászat a pandémiás időszakban is űzhető szabadidős tevékenység, de korlátozások itt is vannak. Tilos az éjszakai horgászat és a belterületi vizek partján kötelező maszkot viselni. A járványhelyzet jelentősen megnehezíti a programok, versenyek tervezését. Az idei évben úgy terveztük meg, mintha nem lenne pandémia, tehát áprilistól elindulnak a horgászversenyek. Természetesen a pandémia bele fog ebbe szólni, és hogyha olyan korlátozó intézkedések lesznek, akkor a versenyeket mindig odébb toljuk, vagy elhalasztjuk, vagy egyszerűen töröljük a naptárból. Muszáj tervezni, muszáj úgy gondolkodni, hogy az élet nem állhat meg. Igény van a horgászversenyekre, a horgászprogramokra is, és hát az embereknek szükségük is van a természetbe való kintlétre. Úgyhogy igyekszünk majd természetesen betartani a járványügyi intézkedéseket, de természetesen bizakodóak vagyunk, hogy ezeket nem fogja a naptárunkból kitörölni az élet. A szövetség arra kéri a horgászokat és a tavak partján kirándulókat, hogy vigyázzanak a környezetre, ne szemeteljenek. A nem fogyasztásra szánt halakkal pedig bánjanak kíméletesen. A botos gyaloglás Finnországból indult világhódító útjára. Ez a pandémia idején is űzhető, egyéni vagy csoportos mozgásforma, a Nordic Walking. A népszerű sportos társasági program résztvevői ezúttal az ásotthalmi csodatévő tölgyhöz túráztak. Üdvözöllek benneteket! Itt az ásotthalmi erdőben, mint ahogy tudjátok, megyünk a csodatévő héttölgyhöz, méghozzá nem is akárhogy, hanem Nordic Walking botokkal. És mint minden ilyen Nordic Walking foglalkozást, most is úgy kezdjük, hogy bemelegítünk, és a jobb lábunk elő van, és a sarokról Lábujjhegyre billenünk előre-hátra, és már a botokat is használjuk, ugye egy kicsit toljuk előre-hátra, lábcserével megismételjük.
és a bemelegítésnek vége, indulhatunk. Mindenki nyugodjon meg, én is ugyanúgy reagáltam rá, mint a nagy többség, hogy hagyjanak engem békén a fenébe ezzel a botos izével, de aztán mégiscsak hagytam magamat, jó döntés volt, és kiderült, hogy ez a Nordic Walking, ez messzire nem az, mint amit az emberek gondolnak róla. Hát én azóta is minden hétvégén megyek, és viszek is csoportokat magammal Nordic Walking túrákra, gyaloglásokra. Walking az nem sport, sőt, mi nem a Nordic Walking még. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt a időskorú, mindenféle mozgásszervi, súly és egyéb problémákkal rendelkező embereknek javasolják. No, ez messzire nem így van. Egyszer, ha valaki gondolja, akkor jöjjön el velem nordikozni, és rá fog jönni, hogy ez bizony az egész szervezetet, ha jól csinálják a mozgást, akkor az izmok szinte több mint 90%-át megmozgató, nagyon-nagyon érdekes mozgás. No, tehát itt vagyunk a csodatévő héttölnél, és érezzük a csodát, hogy milyen jól érezzük magunkat mindannyian. Az ölelgetés és minden működik a mosollyal együtt. Esetleg annyit érdemes tudni róla, hogy itt a Rivo erdőbe vagyunk, és ezt az erdőt fogjuk most megkerülni a túránkon. Az ásott halmiak azok nem a szegedi, hanem a szabadkai piacra jártak, mert hogy közelebb van ásott halomhoz a szabadkai piac, mint a szegedi, az árakról és az egyebekről nem is beszélve. Nyilván hajnalba indultak, és délután koresti órákba értek vissza, és amikor mentek, akkor hallották, hogy valamit ríj az erdőbe. És sötét volt, nem találták, tovább mentek, és amikor jöttek visszafelé, akkor megint itt az erdő sarkán hallották ezt a hangot, és találtak itt egy csecsemőt, amelyik itt sírdogált. A csecsemőről többet nem tudunk, de az biztos, hogy ezt a helyiek Rivo-erdőnek hívták, és itt a Rivo-erdő sarkában van ez a csodatévő héttölgy. Január óta járok Istvánékkal gyalogolni. Rettenetes mozgás és társaság hiányom volt. Megtaláltam, amit kerestem. Egészen magával ragadott a Nordic Walking és a Vidám Társaság. Lehet ezt egy ilyen terített svéd asztalnak kezelni, ezt a Nordic Walkingot, és mindenki azt vesz le az asztalról, amire neki éppen per pillanat szüksége van. Aki társaságra vágyik, az kap egy társaságot, ráadásul olyan módon, hogy hasonló érdeklődésű emberekkel fog együtt gyalogolni. Biztosak lehetünk benne, hogy aki eljön velünk nordikozni, az nem fog szemetelni az erdőbe például, mert nem olyanok a túrázók. Aki el akar menni, hogy csak Szeged környékén mondjak egy néhány olyan helyet, Rózsa Sándor fája, Csodatévő héttölgy, Boszorkány-sziget, Új-Szegeden a Rotary tanösvény, egy határtúrára el akar jönni, a mélypontra el akar jönni, tehát rengeteg olyan helyet lehet közösen begyalogolni, ami közös élményeket ad. Lehet azt mondani, hogy egy csoporttréningre, egy egyéni terápiára. Ha nem akar megszólalni, akkor ez egy outdoor jellegű mozgás, kint van a szabad téren, jó levegőbe, és ha nem akar megszólalni, akkor egyedül dalgolva élvezi egyszerűen a Nordic Walkingot.
Kedves nézőink, ezzel mai úti céljainkat teljesítettük. Ha úgy gondolják, hogy felelevenítenék a korábban látottakat, keressék fel YouTube csatornánkat. A következő adásban is kalandozzunk együtt Magyarországon. Addig is a viszontlátásra! A Szomszédvár műsorát a helyi televízió közreműködésével a Szeged Televízió készítette. A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.